A koronavírus hatására csökkent az ásványvizek és üdítőitalok forgalma. Ennek elsősorban az az oka, hogy ezeknek a termékeknek a jelentős részét a vendéglátásban forgalmazzák. Az első negyed évben, ahogy a korábbi években is, nőtt a fogyasztás közel 10%-kal. Utána azonban bezártak az éttermek, vendéglátóhelyek és a rendezvények is elmaradtak, így ekkor jelentősen csökkent az értékesítésük. A harmadik negyedév ismét más statisztikát mutatott, hiszen nyáron megnyitottak az éttermek és jelentős forgalmat bonyolítottak. Fontos azonban különbséget tenni az ásványvizek és a gyümölcslevek között. Termékekként másként változott a fogyasztás. Az ásványvízé csökkent a harmadik negyedévben 12%-kal. Ugyancsak csökkent a szénsavas üdítőitaloknak a forgalma is, de az csak minimális mértékben, nem egész 1%-kal. A jeges tejáké megint 10%-kal csökkent. Ugyanakkor nőtt a 100%-os gyümölcsleveknek a forgalma, meg a gyümölcsitaloknak a forgalma szintén 10%-kal. Tehát változó termékekként a fogyasztás, de összességében a harmadik negyedévben még mindig kevesebb volt, körülbelül 6%. Az összes fogyasztás, mint 2019 harmadik negyedévében. Bikfalvi Istváné hozzátette, az ország területei között nincs különbség a kereslet tekintetében. A Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség a magyarországi ásványvíz palackozók több mint 95%-át, az üdítőital és a gyümölcslé gyártók mintegy 80%-át képviseli. Az innen származó jelentések összesítésének eredménye a több mint 6%-os visszaesés az ágazatban. Azonban a nagyobb üzletek más tapasztalhatnak. Az üdítők és az ásványvizek kereslete jelen pillanatban stagnál, mi nem tapasztaltunk forgalmi csökkenést ezeken a területeken. Míg a természetes ásványvizek, az ízesített vizek, a szénsavas üdítőitalok és jegesteák forgalma a szövetség szerint csökkent, addig a gyümölcs leveké nőtt az előző év hasonló időszakához képest. Ez egyfajta egészségtudatosságra utal. Emellett a környezetvédelem is egyre inkább megjelenik az ágazatban. Mindig hangsúlyozzuk, hogy az annyira kárhoztatott és annyira szidott PET palack, az nem egy olyan rossz csomagolás, tűnik 100%-ban újrahasznosítható. Csak össze kell gyűjteni, de hogyha visszaviszik az emberek, és leadják akármilyen módon a használt kirűlt PET palackokat, de ugyanígy az üveget, például főképp az alumínium dobozokat, akkor az alumínium is 100%-ban újrahasznosítható. Tehát a kiürült csomagolóanyagból a PET palackot konkrétan összegyűjtik, megdarálják, kimossák, csinálnak belőle granulátumot, és abból ugyanúgy lehet új palackot készíteni. Tehát végtelen a körforgás, mert az elhasznált csomagolóanyagból új csomagolóanyagot lehet készíteni. Manapság már egyre több cég használja ezeket a úgynevezett granulátumokat, tehát újrahasznosított alapanyagokat, nyersanyagokat a csomagolóanyagjainak a készítéséhez. Átalakult az értékesítés szerkezete is. A kisebb kiszerelések forgalma jelentősen lecsökkent, a nagyobb, gazdaságosabb kiszerelések iránti kereslet pedig emelkedett. A jelenlegi bizonytalan járványügyi helyzet miatt továbbra is úgy tűnik, hogy az ágazat a legoptimistább üzleti forgatókönyv esetén is visszaeséssel számolhat idén a tavalyi évhez képest. Hogy 2021-ben milyen változás lesz, azt egyelőre nehéz megjósolni.